Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Először is megnézzük azt, hogy mi történik a pénteki napon, az itt bal oldalon látható. Itt ez a kép jelenti a hitedet. Higgy abban, hogy amit tervezel, az megvalósul. Higgy magadban, higgy a szeretetben, higgy a szerelemben, higgy a jó Istenben. Itt van hozzá az erőd. Ez az erő jelenti a belső erődet, a hitedet. De nem kell most küzdened. Hagyd ezt. Inkább higgy magadban, higgy a belső erődben. Így lesz meg a belső nyugalom. És ha ezt átéled, akkor mindaz, amit elképzelsz, megvalósul. De ebben hinned kell. Szombat az itt középen látható. Itt ez a kép jelenthet egy bírósági ügyet, és a nap megvilágítja ezt a témát, kiderül az igazság. Ez a kép azt is jelentheti, hogy a múltban átéltél igazságtalanságokat, de most megvan ahhoz az élet erőt, hogy változtass a dolgokon. És itt a felső kép jelenti, hogy valami változik a sors utadon, hiszen ezek az igazságtalanságok elmúlnak, és kiderül az igazság, lesz egy új irány. Vasárnap az itt látható, ez a torony összeomlik, és így érzed magadat, amikor azt hiszed, most minden összeomlott, nem megy tovább, nem tudom, mi fog történni. De itt a varázsló segít, sőt, a varázsló azt közli veled, ennek így kell történnie. Lesz egy szerencsés fordulat, ami már szombaton érezhető. És itt a csillag jelenti a szerencsét, azon kívül a bizalmat is, hogy bízz abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Ha most megnézem a varázslót, érdekes, hogy piros, fehér, zöld, mint a magyar zászló, most így hirtelen ez jutott eszembe. Tehát lesz egy jó fordulat, és a csillagok szerencsét hoznak, megkapod az igazságot, itt van a hited, erősítsd a belsődet, hogy higgy abban, hogy minden úgy lesz, ahogy te ezt tervezed. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!